Itthon a baloldali miniszterelnök jelölt elítélte az orosz támadást. Márki-Zay Péter szerint ezt a magyar kormány nem tette meg. Délelőtti nyilatkozatában korábbi véleményével ellentétben arról már nem esett szó, hogy magyar katonákat kellene Ukrajnába küldeni. Viszont felfüggesztené Márki-Zay Péter a paksi bővítést. Kovács Zoltán államtitkár szerint a baloldali politikusok felelőtlen nyilatkozatokat tesznek, ami veszélyes. Akár katonait is, de... Nem zárta ki annak lehetőségét Márki-Zay Péter, hogy Magyarország katonai missziót küldjön Ukrajnába. Erről a Partizánnak adott korábbi interjúban beszélt a baloldal közös miniszterelnök jelöltje. Később az ATV-ben is azt hangoztatta, bármit megtenne, amit a Nemzetközi Katonai Szövetség elvár. Hogyha a NATO úgy dönt, hogy akár fegyverekkel is támogatja Ukrajnát, akkor természetesen ezt mi is támogatni fogjuk. A Momentum korábbi elnöke is hasonló véleményt fogalmazott meg. Fekete Győr András a Magyar Hang felületén közzétett publicisztikában írta azt, elrettentés politikára van szükség. Ebben Márki-Zay Péterhez hasonlóan ő is arról értekezett, hogy fegyvereket is fel kell ajánlani az ukrán kormány számára. Csatlakozzon az Európai Unió szankcióihoz azzal, hogy felfüggeszti a Paks 2 erőmű engedélyezési eljárását. Az orosz-ukrán háború csütörtök reggeli kirobbanása után néhány órával Márki-Zay Péter újabb ötlettel állt elő. 3,5 perces rendkívüli online sajtótájékoztatóján arra szólította fel a kormányt, hogy hátráljon ki a Paks 2 szerződésből, ezzel szankcionálva Oroszországot. Ne sodródjunk bele egy olyan háborúba, amely eleve nem az érdekünk. Magyarország nem sodródhat bele az orosz-ukrán konfliktusba. A baloldal miniszterelnök jelöltje mégis felelőtlen kijelentéseket tesz, közölte Kovács Zoltán. A Nemzetközi Kommunikációért és Kapcsolatokért Felelős Államtitkár a Nézőpont Intézet fórumán Márki-Zay Péter kijelentéseire utalva úgy fogalmazott, az ellenzék hangzatos retorikája veszélybe sodorja pozíciónkat az orosz-ukrán konfliktus helyzetben. Olyan kijelentéseket tesz, amelyekkel Magyarország nemzetközi pozícióját sodorja veszélybe, és nem csak igazságtalanságokat, hazugságokat mond, hanem mérhetetlen felelőtlenségről tesz tanúbizonyságot, mert ezekben a napokban, ezekben az órákban, amikor épp egy háború van kibontakozóban egy szomszédos országban, az ilyenektől még egy választási kampány közepén is leginkább tartózkodni kellene. A baloldal nincs tisztában a felelőtlen kijelentéseinek súlyával, erről az Origo írt. A lap arra hívta fel a figyelmet, hogy miközben Nyugat-Európában egy nap alatt 50%-kal emelkedett a földgázára, ehhez képest Magyarországon a magyar emberek továbbra is a rezsicsökkentett árat fizetik. Ha pedig megtörténne, amit a baloldal követel, azzal veszélybe kerülhetne az orosz gázellátás. Áruló, elmeorvoshoz kéne mennie, valaki állítsa meg ezt a futó bolondot. Miután Márki-Zay Péter megszólalt az ukrajnai háború kapcsán, a kommentelők darabokra szedték a Facebookon. Ebből ugyancsak az Origo gyűjtött össze néhányat, idézzük. Most mutasd meg, hogy nemhogy egy ország egy pékség élére sem vagy való ember, és végtelen nullára csökkented az ellenzék esélyét. Az a politikus, aki népét háborúba keveri, főleg egy olyanba, ahol nem a hazáját támadják, az a halálba akarja küldeni a népét, annak haladéktalanul le kell mondania, vagy örökre el kell távolodnia a politikából. A kárpátaljai magyarok mellett ki kell állni, de az ukrán maffia állam mellett nincs miért. Az ellenzéki nyilatkozatok nem csak károsak és megalapozatlanok, hanem veszélyesek is. Erről a miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt a Híradónak. Gulyás Gergely elmondta, a balliberális politikusok, ahogy korábban úgy most is, Magyarország érdekei helyett a saját hatalmi céljaikat tartják szem előtt. Az ellenzéknek nincs olyan rendkívüli helyzet, ahol az ország érdeke számítana, nincs olyan válsághelyzet, ahol Magyarország polgárai számítanának, kizárólag a saját öncélú hatalmi érdekeiket tartják szem előtt, ami amúgy is felelőtlenség, de egy európai válsághelyzetben pedig különösképpen az. Gulyás Gergely közölte, a magyar kormány továbbra is garantálja a magyar emberek és Magyarország biztonságát.